kávéházi rendezvút látják, nagy szeretettel köszöntöm Önöket, kedves nézőink, és hát nagy-nagy szeretettel köszöntöm kedves vendégünket is, Móra Viktóriát, köszöntelek, üdvözöllek. Köszönöm szépen, én is üdvözöllek, üdvözlöm a nézőket. Megiszunk egy jó kávét, és közben beszélgetünk egy jót. Akár úgy is fogalmazhatnék, hogy megismerünk téged jóval-jóval közelebbről. Itt a stúdió beszélgetés előtt azért szóba került, hogy ki mennyi embert ismer, meg ki mennyire ismert, hát most talán még többen megismerhetnek téged is. No, amit tudni lehet rólad, az az, hogy tőzsgyökeres szekszárdi vagy, és amit még talán mondjuk már annyira nem biztos, hogy sokan tudnak, hogy nem voltál te mindig szekszárdi, fiatalabb korodban vagy lánykorodban, de beszélgessünk egy picit erről. Jól tudom akkor, hogy tőzsgyökeres szekszárdi vagy. Bonyhádon születtem, de fél éves koromban körülbelül akkor költöztünk ide a városba. Bár a szüleim Bátaszéken laktak előtte, és akkor épült az Aliszka utcában az Aliszka utcai lakótelep, a házak, és szüleim ott vettek akkor egy lakást, úgyhogy akkor költöztünk ide. Utána pedig itt éltünk, igen, édesanyám még mindig ott lakik abban a házban. Bátaszéken laktak, mint mondtam. Amikor épültek a házak, akkor be lehetett jönni, és ki lehetett választani a lakást, amit az ember szeretett volna megvenni. Édesanyám beküldte édesapámat Bátaszékről, aki nagy örömmel tért haza este, és megmondta, hogy a legeslegjobb lakást megvette a házban, a negyedik emeleten. Olyan gyönyörű a kilátás, mint sehol máshol. Mondjuk édesanyám ezt nyilván két kisgyerekkel és babakocsival annyira nem értékelte, és egyébként most sem értékeli annyira. De... Meg főleg azért, mert akkor már még egy kulisszatitkot elárulunk. Én is az Aliszka utcában éltem, negyedik emeleten. Ugye nekem is két gyerekem van, és hát az a negyedik emelet az, mivel magas földszint az első, ezért az kapásból ötödik emelet. Így van, kapásból ötödik emelet, úgyhogy hát mondanám, hogy jól választott, de azt aláírom egyébként, hogy a panoráma az meg fantasztikus. Emlékszel, hogyan emlékszel vissza az Aliszka utcára, vagy a kislánykori emlékeidre? Jó volt, én szerettem ott lakni, tehát közösség volt, szüleim barátai is ott laktak a szomszédban, sok gyerek volt, játszótereztünk, amit most már szinte egyre kevésbé tesznek az emberek, de emlékszem, volt egy telefonfülke, azt is sokáig használtuk, ez valahogy így bennem maradt, hogy még annól telefonfülkét használták az emberek, ma már kevésbé. Szerettem az Aliszka utcában lakni, szerintem egy jó hely a városnak. Mi az, amire igazán szívesen visszaemlékszel? Így az Aliszka utcából, vagy akár mondjuk a gyerekkori szexárból? Jó kérdés. Ezt most így át kell gondoljam. Nem tudom, a gyerekkor olyan gyorsan eltelt, hogy így konkrét dolog, de nem tudom. Az Aliszka utcában kevésbé a városból, vagy ezt is a város is, a városból inkább az atlétika pálya az, ami igazán az életemet adta. A szüleim mind a ketten atléta edzőként dolgoztak, tevékenykedtek, úgyhogy nekem az atlétika pálya gyerekként az, ami úgy az emlékezetemben maradt. Ott ittam a nővéremmel az első tonikot, ami nagyon furcsa íze volt, mondták, hogy csak tonikot lehet kapni akkor éppen. Ó, nem baj, az nem tudtuk mi, az is jó lesz, aztán az mondjuk elég furcsa íze lett, de ez így konkrétan megmaradt bennem gyerekként, de úgy sok gyerekkori emlékre nem emlékszem. És ha mondjuk kicsit tovább lépünk, iskola, középiskola? Igen, hát az itt volt a városban, egy évet járt, illetve a furcsa helyzet volt akkoriban, a DNS iskolába kezdtem, ott voltam elsős, amikor még egy másik épületet, nem a DNS mai épületében volt is volt tanítás, hanem mellette most az óvoda részlegen ott volt. Ilyen barakrendszer volt az, nem? Nem a barakrendszer, hanem a mostani óvodában, tehát akkor még Kecskés-Ferenc utca, meg a másik oldalán volt. Volt egy épület, ott voltam első F-osztályos, azért mert elég sok gyerek volt, akkor még első F-osztályos voltam. Utána már megvolt a Baka ötös iskola, annó, illetve most is a Bakasuli. Második-harmadikban oda jártam, és akkor utána bevezették azt, hogy délutáni oktatás volt, ha jól emlékszem, és akkor azt édesanyám nem akarta bevállalni, úgyhogy akkor visszamentem én a DNS-be, úgyhogy én ott voltam 8. osztályos koromig. És a középiskola? Utána Garai gimnázium. Édesanyám ott mindig is ott tanított, igazgatóhelyettesként is, amikor még én érettségiztem, akkor igazgatóhelyettes volt, úgyhogy nagyon sok-sok éven keresztül igazgatóhelyettes volt Lemle Béláné Ildi néni mellett. Úgyhogy nekem az alma mater, és szinte az egész családomnak a Garai gimnázium az alma mater.
Tudod, miért kérdezem, hogy mikre emlékszel gyerekkorodból, kislánykorodból? Azért kérdezem, mert ugye te is itt említetted édesanyádat, a Garai János Gimnáziumot, ide jártál, édesanyádot tanított, atlétika edző, dózsapálya, az első tonik. Emocionális szinten még annyira nem is emlékszel arra a régi Aliszka utcára, vagy mondjuk nem emlékszel arra, hogy a buszok... Emlékszem rá. Igen, csak hogy emocionális része az jobban megakad, azért ez a ezer szállal kötődésnek egy ilyen nagyon-nagyon erős szimbóluma. Viszont egyszer te elszakadtál ettől a várostól. Igen, igen, ez így van. Fiatal koromban az ember fiatal, sok mindenre képes, sok mindent csinál. És én úgy adott, hogy szerelmes lettem, és Németországba költöztem, és ott mentem férjhez. Nagyon régen volt már, 95-ben, tehát én 94-ben érettségiztem, 95-ben pedig férjhez mentem. Fiatal voltam, de így adódott, úgyhogy ott éltünk jó pár éven keresztül, ott születtek a gyerekeink is. Megtaláltam ott is a barátaimat, jól éreztem, egy kis faluba laktunk, tehát nem a német nagyvárosba költöztünk, hanem vidékre, egy erdő aljára. De elszakadtam, de mindig is nagyon hiányzott Szekszárd, hiányzott a családom, hiányzott Magyarország, és ez sok-sok év, ez a sok év alatt, amíg kint voltam, érlelődött bennem ez az érzés, egyre jobban feszített belülről, hogy nekem itt az otthonom, és vissza kell jönnöm. Merre voltatok? Pontosan, merre voltál? Lauda, Königshofen, Oberlauda, Taubbischofsheim, egyébként Szekszárd testvérváros, Württemberg, de így viszonylag a határon van, de délnyugat-Németország, Württemberg, Taubbischofsheim, vagy Szekszárd testvérvárosa is, egyéb sok kapcsolat, testvérvárosi kapcsolat van a két település között, és egyébként 5-6-7-8 kilométerre onnan, ahonnan mi laktunk, és a szekszárdi címer is kim van a városházán, úgyhogy mindig büszke jártam arra felé, és mindig jó leső érzéssel töltött el, hogy ez itt az én városomnak a címere, ami kint van. Egyébként éppen most akartam megkérdezni, hogy hogyan írnád le azt a pillanatot, amikor az emberben elkezd dolgozni az, hogy haza kellene menni. Ugye a hazaszeretetről mindig egy csomó mindent meg lehet fogalmazni, a jó szalámi, a csípős paprika, az. Ha most azt mondanám, hogy Szekszárdról mi jut eszedbe, akkor te mondanád, hogy mondjuk olyan bort nem ittál sehol. Mondhatnád például nyilván, akár. Nyilván, nem tudom, hogy iszol-e bort, ezt csak úgy mondtam, hogy a bor fővárosa vagyunk, de ott az a címer, amit említettél. Például az a címer. Ilyen apróságok? Igen, a temető. A temető. Nagyon furcsa, fiatal voltam, de egyszerűen az az érzés, hogy én itt szeretem, mi lesz velem, ha meghalok, akkor én nem, tehát hogy nekem ez nem az anyaföld, tehát hogy én otthon szeretném, ha eltemessenek. És a férjem már akkor is, tehát egy beszélgetések során ez így felmerült, és ő neki nagyon furcsa volt ez az érzés, gyönyörű temetők vannak egyébként, nagyon szép gondozott temetők, de nem az enyém, tehát ugyan furcsa volt kint, és így a faluba is, a temetőbe kiálltunk, nyilván az ottani a férjem rokonsága lévén kilátogattunk, de nem éreztem az enyémnek, és egyszerűen így nem, én nem ide, és nagyon furcsa volt, a férjem is csodálkozott, hogy most hogy gondolod, hogy akkor hogy lesz ez, vagy akkor, és nem tudtam erre válaszolni, de ez valahogy mindig is bennem élt, ez a gondolat, hogy én nekem, tehát hogy igazából ez egy olyan érzés, ami nagyon-nagyon mélyen bennem volt, és például ezzel ez mutatja azt is, hogy mennyire szerettem, vagy mennyire vissza akartam jönni, vagy... Igen, paradoxnak tűnik, igen. Hogy pont az elmúlás, meg a búcsúzás, meg amikor elmegyünk, az kerül egy ilyen különleges kapcsolatba, igen. Az anyafölddel, meg a hazaszeretettel. Az anyaföld, igen. És akkor... Amikor először mondjuk hazajöttél Szekszárdra, hát nyilván gondolom, hogy 10 évig kinnéltetek. Nem, a gyakran jöttem haza, gyakran, tehát ez is mutatta, pár egy-két-három havonta jöttünk, tehát nem is mindig együtt, de én a gyerekekkel, vagy egyedül is, meg amikor a gyerekek voltak, akkor mindig jöttünk haza. Tehát nekünk a családom itt él, nővérem is itt élt mindig a városban, a szüleim is itt élnek. Elváltak már 5 éves koromban, tehát mind a kettő külön életet él, de itt van mégis mindenki egy rakáson, úgymond, tehát itt él mindenki a városban, és nekünk nagyon szoros a családi kötődésünk, tehát azt hozzá kell tennem, hogy a nővéremmel is... Elváltak? Igen.
Tehát, hogy nekem nyilván édesanyámhoz, édesanyám felé, a nővéremmel nagyon szoros a kapcsolat, és mindig jöttünk. Úgy alakult, hogy a nővéremmel együtt voltunk szinte terhesek, a második, neki már a második, nekem is a második. A második gyerekeink szinte egy időben születtek, 2 hónap különbséggel, úgyhogy az is még jobban összehozott minket. Egyfolytában telefonáltunk. Nyilván a terhesség összehoz embereket is, nőket egyébként is, de testvéreket még talán még jobban. Talán még inkább, és ezáltal, tehát amikor született a unokaöcsém, most volt az esküvője egyébként pénteken, 30 éves lesz, 94-ben, akkor érettségiztem, akkor született. És nagyon furcsa érzés volt egyébként az esküvő napján, elkezdtek folyni a könnyeim, hogy visszagondoltam, hogy 94 érettségi megszületett, milyen érzés volt, hogy a nővér, hogy nagynéni lettem, és tehát nagyon-nagyon-nagyon szoros kapcsolat volt, és nagyon hiányozott. Tehát a családom nagyon hiányzott, az itteni élet hiányzott, mind a mellett, mint mondtam, kint is felépítettem, tehát én egy közvetlen ember vagyok, tényleg nagyon barátkozó természetű, kint is sok barátom volt, de mégis az itt itthon. Tehát egyszerűen hiányzott az itthon, a család, az élet itthon. Jó, megbeszéltük igazából, hogy mik voltak azok az apró kockák, amik kikövezték a te hazautadat. Most beszélgessünk egy picit arról, hogy mihez kezdtél itthon. Mit csináltál, tehát mit dolgoztál kint, és mihez kezdtél itthon. Hazajönni egy Németországból Magyarországra, az bizony ma is még sokan furcsálják. Ma is még sokan, biztos vagyok benne, hogy sokan vagy többen úgy vannak vele, hogy igen, más szint, más ország, hazajönni nyugatról, stb. Mihez kezdtél, amikor hazajöttél? Mi történt vele? Sokan kérdezték egyébként, ahogy te is mondod, azóta is, hogy nem bánom-e meg, vagy nem bántam-e meg, de egyáltalán nem bántam meg, pont azért, mert annyira hiányzott, és annyira bennem volt, hogy még a most nyilván a házasságomról nem szeretnék így miért bomlott fel, vagy miért bomlott meg, de nyilván ez is hozzátartozott, hogy haza akartam jönni, és nyilván nem bántam meg, mert itthon vagyok. Tehát itthon vagyok, hazajöttem, a gyerekeknek is egy kicsik voltak, a kislányom 1 éves volt, a fiam 5 éves, de egy szerető közegbe jöttek haza, egy olyan közegbe, amiben régen is, tehát amit mondtam, gyakran jártunk haza, tehát nekik ez a második otthonuk volt, úgyhogy ők hazajöttek kvázi. Nyilván nem volt egyszerű, vagy hát nyilván nem tudom, hogy mit lelkiekben mi munkálkodik bennük ezáltal, de nagyon sokat beszélgetünk, és ők hazajöttek, tehát ilyen szempontból nem volt egy olyan hatalmas törés az életükben, hogy... És itthon is maradtak? Nem volt az, hogy amikor mondjuk eljött az akkor azt mondták, hogy anya, akkor mennék vissza, vagy máshol tanulnék? Nem, szerettek itthon, ezt imádják a családomat, tehát tényleg mi itthon, mi hazajöttünk, itthon vagyunk. Látogatták az édesapjukat, tehát nem volt gond szünetekben, vagy az édesapjuk is jött hozzájuk látogatóba, tehát így felépítettünk, én úgy gondolom, egy olyan életet, amiben ők jól érezték magukat. És mivel foglalkoztál, amikor hazajöttél? Mihez? Kint fogorvosi asszisztensként dolgoztam, mielőtt még születtek a gyerekek, utána nyilván már otthon voltam, és akkor a kislányom születése után akkor költöztünk haza. Hazajöttem, akkor németet tanítottam, tehát én nekem a német nyelv az, amihez úgy igazán értek, tehát úgy kívülről, belülről minden csinyát, binyát, egy sváb gyökerekkel rendelkező nagymamám, édesanyám, egy bátaszéki nagypapám, tehát a édesanyám révén egy sváb család, vagy sváb gyökerekkel rendelkezem. Ez is bennem van, és hát nyilván a kinti élet adta hozzá azt a plusz nyelvtudást, ami kellett, bár kint azért azon a területen elég itt nagy tájszólásba beszéltek, tehát azért nem a hugtalcsot beszélték, ahogy úgy mondom. Győztem, tehát emlékszem, hogy voltunk, kirándultunk egyszer a fiatalokkal, és azon szórakoztunk hazafelé, hogy a fiatalok mondtak, a környező települések neveit mondták, és hogy felismerem-e, hogy melyikről van szó, bár nyilván ismertem mindegyiket, de nem hódolcsi. De nem úgy, és akkor nagyon vicces volt, tehát hogy nem ez, de mivel valahogy így a gyökereimből ezt a német nyelvet kaptam, én úgy gondolom, tehát hogy gondolom, és tehát, hogy én ehhez értek, tehát nekem a német nyelv az, amihez úgy igazán, amit nagyon szeretek művelni, úgyhogy német nyelvoktatóként dolgoztam. Nyelviskolában otthon segítettem, korrepetáltam, stb. És akkor egyszer csak találkoztam, szembe jött egy hirdetés a Német Színházból, hogy ügyelőt
rendezőasszisztens súga ügyelő, ez volt a pontos. Mi elgondolkodtam, hogy mi is volt, de azt hiszem ez volt, és úgy gondoltam, hogy hajrá, ezt a feladatot talán nekem találták ki, és jelentkeztem rá. És akkor a katedra mellett, vagy után jött a színház, a Dolce Vita Ungar? Jött a színház, igen. És akkor mit mondtam, mi voltál, ügyelő? Előtte, 2008-tól dolgoztam a színházban, 2004-ben jöttünk haza, közben dolgoztam, és az egyetemet kezdtem el, a germanisztika szakot, Pécset, levelező tagozaton, úgyhogy az ügyelő, rendező, az színház. Igen, meg a gyerekek, meg a kisgyerekek, igen. Most abból indulok ki, hogy ugye a határon túl, a nyugaton a reál terület, a fogászat, a fogászati asszisztens, és akkor egyszer csak utána, igen, mert utána nagyon aztán pódium. Nagyon szeretem az embereket, tehát hogy imádok emberekkel együtt lenni, és nekem ez a része, hogy ültem a fogorvosnál, és olyan kedvesek voltak ott a lányok, hogy jöttek, behívtak, tették, nem tudom, ez valahogy nekem úgy tetszett, és nagyon van, akkor miért ne. És akkor ez a színházban is megvolt ezek szerint. Akkor igen, még majdnem közösség. Azóta is, tehát én valahogy azóta mindig, is, tehát hogy nem tudom, én igen, tehát hogy ez, nagyon szeretek emberekkel együtt dolgozni. És akkor a színház tartott meddig? 2018-ig, 10 évig. 10 évig. Hová mentél utána? Kaptam egy telefonhívást, és megkértek, hogy nincs kedvem Horváth István mellett dolgozni. Képviselő úr. Vagy országgyűlési képviselő mellett dolgozni, igen. Nem képviselő, ez még csak egy Horváth István kabinetfőnökeként, hogy mit szólnék hozzá. Na, akkor most álljunk meg egy szóra, hogy a igen, legendás Vágó Istvánt idézzem. Tehát akkor indulunk egy színházból, sőt, igen, egy fogászati asszisztenciáról, aztán jövünk be a katedrára, aztán megyünk a pulpitusra, és akkor egyszer csak csörög a telefon, és akkor, hogy esetleg volna kedved, ugye, a közélet, sőt, mit közélet, ez már politika, a politika területén dolgozni. Igen, de mi gondolkodsz el ilyenkor? Vagy nem tudom, de így furcsa volt. Tehát igazság szerint a pont akkor már úgy voltam a színházban, hogy meg kezdett érni bennem a gondolat, hogy igen, valami más felé. Tehát meg is változtak, egyre kevesebben lettünk, egyre több feladatot kellett elvégezni, egyre... Tehát az elején is ügyelőként, rendezőasszisztens súgó ügyelőként dolgoztam, utána tehát közben jött még magyar hang is, tehát amikor az előadásokon a magyar szinkrontolmácsolást is végezni kellett, és akkor egy pár év után, most nem tudom pontosan mikor, egy-két év után művészeti titkár lettem, tehát akkor úgy alakult, hogy megüresedett a művészeti titkári állás, és akkor felmentem az irodába, és művészeti titkárként dolgoztam utána már úgy viszonylag sokáig, és ugye ez a művészeti titkári állás is egy ilyen minden, tehát az iroda, a szervezés. A dramaturg. Igen, tehát az már kevésbé a színpad, aha, viszont a magyar hang megmaradtam, és tehát egy kisegítésben mindig, tehát ott a színházban tényleg az van, hogy mindig beugrik valaki, amikor éppen valamit csinálni kell, és hát én ehhez értettem, tehát hogyha valami üresedés volt, vagy szükség volt rám, akkor ugrottam a színpadra, tehát jó volt, de úgy már a végén éreztem, hogy egyre több minden rakódik rám, és hogy egyre idősödöm, azt éreztem. Tehát jönnek a fiatal színészek, és mennek, és esténként iszogatnak, és buli, és nem tudom. Tehát hogy egy izgalmas élet, és én meg fáradok, és egy kicsit már elkezdtem idősnek érezni magam. Egyébként az érdekes, hogy milyen lelkesedéssel beszélsz a Német Színházról. Szerettem nagyon. Igen. És igazából kérdésben a válasz, de akkor gondolom, hogy nem lehetett egyszerű a döntés. Nem. Valahogy nekem úgy alakult, hogy mindig olyan munkaköreim voltak, ahol mindig nagyon sokat kellett dolgozni. Gondolom a képviselő úr mellett is ilyen. Hogy igen, mindent is. Tehát széles terület. Igen. És igen, akkor igen, mellettem. De nem, tehát hogy nem az volt, nem a politikára volt kiélezve egyébként, amikor megkerestek, hanem hogy van a 17 település, a választókerület 17 településből áll, és a képviselő úr munkáját segítsem, a 17 településsel kapcsolatos munkáját segítsem. Igazából így indultunk el. És értem, nekem, és ez nekem, most is ilyen koordinációs feladat? Tehát te hangolod ezeket a területeket össze? Igen. Már csak azért kérdezem, mert ugye nem titok, hogy képviselő is vagy a közgyűlésben, igen, az Oktatási Bizottságban is dolgozol, emellett pedig képviselőjelölt is vagy. Tehát azért ilyenkor ez hogy történik? Én mindig olyan kíváncsi vagyok, amikor valaki eldönti, hogy akkor most kvázi politikai, mit kvázi, rendesen politikai pályára lép, és akkor mondjuk közgyűlési képviselő lesz, vagy lokálpolitikai területre nyit egy új ajtót, hogy
egyszer csak úgy érzi, hogy igen, szedtem föl én annyit, vagy vannak valami rejtett ambíciói, ez nálad hogy volt? Nem úgy éreztem. Tehát amikor tettük össze a csapatot, úgymond még 19-ben is, akkor, tehát hogy ezen a területen dolgozom gyakorlatilag, tehát ezen a területen dolgozom, és ezt kéne kicsit kiszélesíteni, vagy egy konkrét körzetre lebontva, tehát hogy tehetek az otthonomért, az ott lakókért dolgozhatok, és ez olyan természetes volt, hogy akkor én is megmérettettem magam. A feladatom közé tartozott eddig is, hasonló dolgokat kell végeznem, a kampányokat, tehát a kampány munka ugyanaz, mint egyébként bármilyen más hasonló, mint bármilyen más kampányban, és mint mondtam, tehát hogy tehetek egy kisebb körzetér, ami úgymond az enyém, amit ismerek, ahol felnőttem, ahol az embereket ismerem, és fejleszthetem azt a területet, és ez egy kihívás, nyilván egy nagy kihívás volt. 19-ben annyira még nem, tehát azért 18-ban kezdtem el dolgozni, 19-ben még annyira nem volt nagy tapasztalatom itt a politikában vagy a kampányterén. Jött az eredmény, ami jött, mindenki tudja, hogy milyen eredmények lettek itt a városban, de most például, tehát most is azt mondtam magamnak, most az 5 év, amit itt dolgozom, 18 már lassan 6. Tehát ez a sok év, sok tehát azóta már jó pár kampányt végig dolgoztunk, és mindaz a munka, amit elvégeztem, azt a tapasztalatot nem lehet parlagon hagyni. Tehát nem, tehát nekem ezt a közösség érdekében ezt be kell tennem, ezt a munkát, ez bennem van. Vannak ugye új jelöltek, nagyon lelkes, nagyon jó a csapat. Nyilván ők nem tudták még úgymond, hogy mire vállalkoznak, mert nyilván nem dolgoztak, illetve többen közülük nem dolgoztak a politikában, de nagyon, nagyon lelkesek, nagyon jó velük együtt dolgozni, de mégis úgy éreztem, hogy az én tapasztalatomra szükség van, és mindenképpen még egyszer megmérettetem magam. Van-e valami nagyon nagy szent cél, amit nagyon-nagyon meg akarsz valósítani, bármi? Az életemben? Az életedben, akár az életedben, vagy mondjuk akár a politikai pályafutásod során. Van-e valami, főleg azért, mert így az elmúlt 20 pár percből, amíg beszélgettünk, azért kiderült, hogy az életedet azt mindig a sokszínűség jellemezte, méghozzá olyat én formán, hogy mindig, akár ha egy munkahelyen is voltál, 10 feladatot végeztél legalább. Nem, igazából nincs cél. Tehát most szeretném megnyerni a választást a körzetemben. Szeretnék az emberekért tenni. Én úgy gondolom, hogy ez most is látszik, hogy bárki tényleg tehát bárki fordulhat hozzám, számíthat rám, igyekszem segíteni a problémákon. Móra Viktória, nagyon szépen köszönjük, kedves Viki, köszönjük szépen, hogy egy ilyen jót beszélgetettünk, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Tényleg sokat pöröksz, még ennyi kulisszatitkot elárulok a nézőknek, mert nehezen tudtuk ezt az interjút összehozni, de hál' Istennek beszélgettünk egy jót. Nagyon-nagyon köszönöm még egyszer, a kedves nézőknek pedig a figyelmet, a Kávéházi Rendezvút látták. További jó tévézést kívánok, viszontlátásra!